projektben öt különböző adottságokkal rendelkező magyarországi település vesz részt, ezek közül egyik bátya, ahol a tavalyi évben kerültek kialakításra a természetes vízmegtartó tározók. A mai esemény a Klimabarát települések szövetségének szervezésében zajlik bátyán, az ő rócsójuknak egy része, ami szintén a bátyai projekthez kapcsolódik, a vízmegtartó megoldásoknak a népszerűsítéséhez. Bátya életében, amit tapasztalunk, hogy létrejött egy záportározó, létrejött egy megújítása egy régi szemét és hulladéklerakónak, ennek folyamodmányaként ott egy szép, vizes élőhely került kialakításra rekreációs résszel. Tehát egy használható terület jött létre, egy használhatatlan terület helyébe. Több szakmai előadást hallgathattak meg a nézők, utána pedig a területre is kilátogattak. Az előadások után Természetesen kimegyünk a helyszínre, én ott fogok tartani egy bemutatót a helyszínről és a me alkalmazott megoldásokról, majd nyilvánvalóan egy kis vendéglátás után a messziről érkezettek haza tudnak utazni. Bátya 2016-ban csatlakozott ehhez a projekthez. 2016-ban csatlakoztunk ehhez a programhoz, maga a projekt 2017-ben kezdődött, és most 21-ben véget, pont négy éves időszakra tudtuk ezt bekalibrálni. Ebben benne volt maga a prototípus létrehozása, ugyanakkor ennek a vizsgálata és a népszerűsítése is. Fekete Csaba bátya polgármesterének köszöntője után dr. Dukai Miklós a belügyminisztérium önkarolására a kormányzati helyettes államtitkára tartott egy kisebb megnyitót. Valamikor 2017 előtt kezdtük ezt a projektet tervezni, közösen belügyminisztériumban, a WWF Magyarországgal, Országos Vízügyi Főigazgatósággal, Klimabarát Települések Szövetségével és jó pár önkormányzattal. És talán arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy nem csak úgy vágtunk bele ebbe a projektbe, hogy kiválasztottuk azt az öt települést, aki most velünk szorosan együttműködik ebbe a projektbe. Ez egy a vízmegtartásban, a helyi vízmegtartásban, hanem egy átfogó szakmai felmérést végeztünk mind a 3200 önkormányzat körében, és nagyságrendileg 800 olyan önkormányzatot sikerült már akkor valamikor 2016-ban beazonosítani Magyarországon, akik kifejezetten a domborzati éghajlati viszonyai miatt a klímaváltozásnak, az időjárás változásainak kitett. Magyarországról mindenki azt gondolja, hogy ide több víz érkezik be, mint amennyi elhagyja az országot. De ez nem így van. Magyarország ma már vízvesztő pozícióban van, tehát ez azt jelenti, hogy bármilyen formában beérkezik az országba a víz, abból egy egységhez képest több távozik el az országból. És ezért van az, hogy folyamatosan azt látja mindenki a saját környezetében, hogy a nyarak melegebbek, szélsőségesek a hideg időszakok, tehát hogy vagy túl meleg van, vagy bizonyos időszakokban túl hideg, és a csapadék pedig nagyon hektikusan oszlik el az ország bármely területén.